szerkesztőinket. Önök a Tónatáj Televízió híradóját látják, Víg Gabriella vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Fejlesztések Bátaapátiban. Az önkormányzat veszi át a templomot. Fajta bemutató. A szárazságtűrő hibrideké a jövő. Több tucat szabálytalankodó néhány óra alatt. Gyors hajtókra vadásztak a rendőrök Szekszárdon. Retro véradás. Minden korábbinál népszerű volt a kezdeményezés. Bátaapátiban arra készülnek, hogy tulajdonba veszik a falu templomát. Az állagfenntartásról eddig is az önkormányzat gondoskodott, de a korszerűsítéshez szükséges pályázati forrásokat csak úgy tudják igénybe venni, ha sajátjukként újítják fel a több mint 200 éves épületet. Egy kicsit mi jobb helyzetben vagyunk, mint más önkormányzatok, hiszen a radioaktív hulladék kezelő társaságnak itt van Bátaapátiban a hulladéktárolója. És az ezért kapott források szabadabb létet engednek a helyi önkormányzatnak. Bátaapáti azon kevés települések egyike Magyarországon, ahol nem félnek az emelkedő rezsijáraktól, és nem azon gondolkodnak, be kell csukni a település intézményeit, hanem azon, milyen beruházásokkal emeljék az itt élők komfortérzetét. Ennek a folyamatnak részeként épül az új játszótér a faluban, bekerítették és a vadak ellen védőeszközökkel szerelték fel a község temetőjét, és ugyancsak ez a forrás ad lehetőséget arra, hogy a tulajdonba vegyék az evangélikus templomot. Az egyház megértette, fogadókész volt, hiszen tudják, hogy nincs pénzük, nem tudják rendbe tartani, nem szeretnénk a funkciót megváltoztatni. Azt tervezik Bátaapátiban, amennyiben szabadon használható forrásokhoz jutnak, az eddigi ráfordítottaknál magasabb arányban korszerűsítik a templomot, mely közel 700 ember befogadására képes, így kulturális események komoly zenei koncertek rendezésének megtartására is alkalmas lesz. A település vezetése kezdeményezte, hogy a nukleáris pénzügyi alapból a jövőben lehessen olyan fejlesztéseket is végrehajtani, melyek a lakók életét segítik. Többek között napelemek felszerelését és további energetikai korszerűsítéseket lehessen végrehajtani a település ingatlanjaiban. Lemondott posztjáról a külgazdaság és külügyminisztérium paksi bővítéséért felelős államtitkára, olvasható a Magyar Közlönyben. Süli János az előző ciklusban 2017 és 2022 májusa között tárca nélküli miniszterként felelt a Paks 2 projektért. Az 5. Orbán kormányban aztán államtitkárként vitte tovább ezt a feladatot a KKM szervezetében, miután a beruházás a külügyi tárcához került. Megbízó levelét május végén vette át Novák Katalin köztársasági elnök. Államtitkári megbízatása a közlönyben megjelent információ szerint május 5-én hétfőn ért véget. A paksi beruházás csúszását az elmúlt napokban Lázár János építésügyi miniszter és Szijjártó Péter a külügyi tárca vezetője is bírálta. Süli János lemondásával kapcsolatban kerestük a Paks 2 ZRT kommunikációs igazgatóját, ő viszont egyelőre nem kommentálta a történteket. Júliusban az ipari termelés volumene 4%-kal meghaladta az egy évvel korábbit idehaza, közölte szerdán a Központi Statisztikai Hivatal. Nőtt a termelés az egy évvel korábbihoz képest a járműgyártás piacán, illetve a számítógép elektronikai és optikai termékek előállítása terén is. Ugyancsak hasonló tendencia figyelhető meg az élelmiszer, ital és dohánytermékek piacán is. Az év első 7 hónapjában 4,9%-kal nagyobb volt a termelés, mint a múlt év azonos időszakában. Egyre nehezebb helyzetben vannak a mezőgazdasági termelők az időjárási viszontagságok miatt, hangzott el a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara rendezvényén. Mint a szakemberek mondták, nem minden esetben csak a forróság és a szárazság okoz gondot, hanem az is, hogy az ilyen körülményeket kifejezetten kedvelik a kártevők. Betakarításra készen áll ez a napraforgó virág, ezt mutatja a szakember. Pedig az idei, különösen forró, aszályos nyár igazán nehéz feladat elé állította a mezőgazdászokat. Ennek a növénynek idehaza az elmúlt években folyamatosan nőtt a terméshozama, most ez a tendencia mégis megszakadhat. A szokatlanul meleg nyár ugyanis kedvezett a napraforgó kórokozóinak. A gazdák folyamatosan próbálkoznak az újabb és újabb hibridekkel, a gyorsan változó viszonyokat viszont még így sem sikerül lekövetniük. Mindenféleképpen a szárazságtűrés, a stresszmentesség, ami nagyon fontos,
ebben az esetben, illetőleg az, hogy hát azért illik megválasztani a termőhelyi adottságokat is, tehát a jó természetes termőképessége a talajnak, a jó vízgazdálkodása azért ilyenkor ez elengedhetetlen. Repcét nagyjából 300 ezer hektáron termesztenek Magyarországon. Most az ezzel foglalkozók is nagy bajban vannak. A forróság miatt ugyanis a növény sok helyen megtámadta az úgynevezett fómás szárrák, ami ellen még nincs hatásos védekezési technológia. De ezek a problémák az utóbbi években változnak, úgy, hogy az időjárásunk is változik, így a problémák is változnak, aminek nem csak az időjárás az oka, hanem benne van nyilván a fajtáknak, a hibrideknek, a egyre jobb ellenállóbb hibrideknek a kinemesítése is, de tény az, hogy ma már mások a kortani problémák a napraforgóban, mint mondjuk 15-20 évvel ezelőtt. Agrotechnikai munkálatokkal, öntözéssel és helyes tőszámmal sokat tehetnek érte a gazdák, hogy a termőföld és a növény is a lehető legjobb állapotba kerüljön, hozva így az elvárt termőmennyiséget. Fontos, hogy a jelenlegi, egyre nehezebb gazdasági környezetben minél többen kezdjenek el ismét háztáji gazdálkodással foglalkozni. Az ugyanis nem csak megélhetést és élelmet biztosít a családoknak, de a környezetvédelem szempontjából is fontos szerepe van. Erről a Tolna megyei közgyűlés alelnöke beszélt egy iskolai tanévnyitó sajtótájékoztatón. Orbán Attila azt mondta, az olyan képzések, amelyek a háztáji gazdálkodást segítik elsajátítani, minden korábbinál fontosabbá váltak. Azzal, hogyha valaki otthon elő tudja állítani a zöldséget, meg minél több élelmiszert, egyrészt friss élelmiszert tud magának előállítani, de nagyon sok pénzt meg is tud sporolni, főleg falvakban. És kár lenne ezt elhanyagolni, erre jó lesz a jövőben odafigyelni, és mi megyei vezetők szeretnénk erre bíztatni az embereket, és minden olyan programot erkölcsileg, szellemileg támogatni, ami e felé tart. Néhány óra alatt több mint 70 gyorshajtót fogtak el a rendőrök kedden Szekszárdon. Három helyen is vadásztak a szabálytalankodókra. A balesetek jelentős részét ugyanis még mindig a sebesség nem megfelelő választása okozza. Szekszárd belvárosában igazoltatták ennek az autónak a sofőrjét kedden délután a rendőrök. Nem csak a papírokra voltak kíváncsiak a hét második napján, hanem a közlekedők sebességére is. A Tolnai megyeszékely három pontján trafipaxoztak, és alig néhány óra alatt rengeteg szabálysértőt kaptak el. A néhány órás ellenőrzés alkalmával kollégáim összesen 71 olyan járművezetőt mértek meg, akik a megengedett sebességnél kisebb vagy nagyobb mértékben gyorsan közlekedtek. Közülük 11-en voltak azok, akik a megengedett sebességet jóval túllépték, a többi 60 járművezető kismértékben ugyan, de túllépte a megengedett sebességet. Volt olyan sofőr is, akinek nem volt fenn a rendszámtáblája, sőt olyanok is horogra akadtak, akik balesetveszélyes helyzetet idéztek elő. Kettő olyan járművezető is akadt, aki a tilos jelzés ellenére haladt át az úton, ezzel is balesetveszélyes helyzetet teremtett, hiszen a piros másik úton közlekedőnek ilyenkor zöld jelzése volt és szabadon jöhetett volna. A rendőrség szóvivője azt mondja, a célzott ellenőrzéseket a jövőben is folytatják majd, mert még mindig sok baleset következik be a nem megfelelő sebesség miatt. Bár már túl vannak két győztes fordulón, mégsem számítanak könnyű szezonra a Tolna VFC házatáján. A tavalyi bajnok csapattól ugyanis 5 játékos távozott nyáron. A vezetőség ettől függetlenül bizakodó. Pihenőnek nem nevezném, mert azért időben indultunk. Hát elég kétségek közt, tehát ez a nyári felkészülés. Borzasztó nagy volt a játékos mozgás. Hát alapvetően 5 vagy 6 kezdőszintű játékost veszítettünk a nyáron. Hát dolgoztunk az ő pótlásukon, kisebb-nőbb sikerrel. Tovább csökken a szennyvízben a koronavírus koncentrációja, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ szerdán a honlapján. Azt írták, a vizsgált városok többségét, így Szekszárdot is stagnálás jellemzi, de Eger, Győr, Kecskemét és Nyíregyháza esetében csökkenést mértek. Hozzátették, jelentős növekedést egyik vizsgált településen sem találtak. A koronavírus koncentrációja Kecskeméten, Győrben és Zalaegerszegen a mérsékelt, a többi 19 vizsgált településen az emelkedett kategóriába sorolható.
Magyarország 41 ezer adag koronavírus elleni Pfizer vakcinát szállított le Kárpátaljára, hogy ezzel is enyhítse a terheket a háború sújtotta Ukrajnában, jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Kárpátalja hármas nyomás alatt áll, mivel a fegyveres konfliktus miatt belső menekültek ezreit, tízezreit fogadták be, adott esetben látják el a sebesülteket, illetve a világjárvány sem enged a szorításából, még ha erről most kevesebb szó is esik. Budapestről indult az oltóanyagokat tartalmazó szállítmány, amely Ungvárra érkezik. Szijjártó Péter leszögezte, Magyarország továbbra is a békében érdekelt. Minden korábbinál többen jelentek meg a szexádi retro víradáson, hogy másoknak segítsenek. A szervezők egyebek mellett sörrel és virslivel várták az önkénteseket. A Tolnai megyeszékhelyen már hagyománya van ennek a programnak, ezúttal közel 150-en nyújtották a karjukat. Az 1980-as évek első felét idéző popsláger Bakelit lemeze a lejátszón, és a korra jellemző poszterek a falakon, ötödik alkalommal szerveztek retróvéradást Szexárdon. A szakemberek piros pöttyös szoknyákat húztak, és volt, aki ugyanilyen kendőt kötött a nyaka köré. A kezdeményezés egyre népszerűbb, mindig vannak, akik először vesznek rajta részt. Mindig nagy izgalommal jövök, kifejezetten a kolléganő meg a barátnőm hívott, hogy retrovéradás van. Ezt már többször láttam, eddig nem sikerült, úgyhogy most itt vagyunk. A véradók közül a legtöbben már rutinosnak számítanak, sokan évek óta segítenek így másoknak. A véradás úgy jött az életembe, hogy tanítottam, és a diákjaimat megpróbáltak rávenni, hogy adjanak vért, és elmentem velük, hogy szurkoljak nekik, és akkor adtam először vért. A szervezők a 90-es évek hangulatát megidézve sörrel és virslivel várták az önkénteseket. A retro véradás célja, hogy minél többeket buzdítsanak arra, hogy egy apró tűszúrást vállalva mások életét mentsék meg. Kicsit csökkent a véradók száma, előtte olyan 10 000 körüli volt évente a véradásra jelentkezők száma, azóta picit csökkent, de a szakmailag indokolt vérkészítményigényeket azért folyamatosan ki tudtuk elégíteni, nagyobb, komolyabb hát hiány nem alakult ki. Szexárdon ez alkalommal 183-an jelentek meg, közülük 159-en adhattak vért, és 11-en voltak, akik életükben először tették ezt. Regionális híreink következnek. Szezont értékelt a Kisosz. Az árak emelkedése ellenére jó nyarat zártak a Balatonnál. Az egész országból jöttek az érdeklődők. Kisvasúti napot tartottak Balatonfegyvesen. Szexuális visszaélés egy kiskorú sérelmére Komlón. 13 éves fiúval fajtalankodott a vádlott férfi. Az alapanyagok és a rezsijárak emelkedésének ellenére jó nyarat zártak a kiskereskedők és a vendéglátósok a Balatonnál, hangzott el a Kisosz-Somogy megyei érdekképviseletének hagyományos szezonzáróján. A Dél-Balatonon 1400 vendéglátó és 1600 kiskereskedelmi egység található, amelyek nagy része szezonális üzlet. Nyugodtan el lehet finni, és majd a végén számolok, jó? Ez a Balaton szemesi bisztró most is nyitva van, bár a nyári idegenforgalmi szezon már véget ért. Jó idényt zártak a legtöbb balatonparti vendéglátóhelyen, annak ellenére, hogy az alapanyagárak és a rezsijárak emelkedése is áremelésre késztette a vállalkozókat. A bevétel arányosan ugyanannyi volt nagyjából talán, mint a tavalyi évben. Annyi különbséggel, hogy mivel az árak emelkedtek, és mi is, és ugyanúgy mindenki drágábban kényszerülünk árulni a termékeket, ezért természetesen a bevétel több, de hogyha ezt arányaiban nézzük, akkor szerintem ugyanolyan szezont produkáltunk, mint például a tavalyi évben. A Dél-Balatonon több mint 1400 vendéglátó és 1600 kiskereskedelmi egység található, amelyeknek nagy része szezonális üzlet. Mint már néhány éve mindig, a munkaerő hiány most is jellemezte az ágazatot. Tudok olyan siófoki üzletről, ahol eddig 12-14-en dolgoztak, most 5-6 fővel vitték végig a szezont, és kényszerűségből egy szabadnapot is be kellett iktatni. Ilyen nem volt példa mondjuk az elmúlt 30-40 évben.
A nehézségek ellenére a balatoni vendéglátók azt mondják, a tavalyihoz hasonló szezon zártak. Ugyanakkor augusztustól egyfajta megfontoltabb költés volt megfigyelhető az ideérkező turisták részéről. Szép kártyával a tavalyihoz hasonló arányban fizettek a vendégek. Kiugró volt viszont a bankkártyás fizetés emelkedése. A legtöbb helyen mintegy 25-30%-kal nőtt. Sok helyen még szeptemberben is nyitva tartanak, hiszen ősszel is számos kikapcsolódási lehetőség várja a tópartjára érkezőket. Több száz vasútkedvelő részvételével szervezték meg a Kis Vasúti Napot Balatonfenyvesen. Már negyed évszázados a program, amelyre az egész országból érkeztek a gyerekek és a felnőttek egyaránt. Az érdeklődők kedvezményes áron utazhattak a megújult nyomtávon Somogy-Szentpálig. Emellett pedig mindent megtudhattak a 70 éves, egykor gazdasági vasútként működő vonalról. Nagy volt a nyüzsgés a balatonfenyvesi vasútállomáson. Játékvonatokat és gyűjtői ritkaságokat is beszerezhettek az érdeklődők. Én például mindegyiket szeretem. A Csonka testvérpár a nagymamájával érkezett Balatonfenyvesre, hogy megcsodálják a balatonfenyvesi kisvasút mozdonyait. Igazából jó ez a kis vonatozás. Én szeretem a vonatokat, és az öcsém is ezért járunk ide nagyjából. A 25. kisvasúti napra az egész országból érkeztek Balatonfenyvesre, ahol a ritka relikviák megvásárlása mellett természetesen a balatonfenyvesi kisvasútra is felülhettek. Nyitott műhellyel, hajtányokkal és családi vetélkedőkkel is várták az érdeklődőket. Másik unokákkal már voltunk, most a fiam gyermekeivel jöttünk el egyet, hogy meglássák ezt a csodát. Idén a gyermekvasút fiatal jegyellenőrei is ellátogattak Balatonfenyvesre. Nagyon érdekes a vasút világa, ez mindig is vonzott engem. Ez hozott a vasútra. A gyerekek komoly feladatot kaptak, jegyet árultak a balatonfenyvesi kisvasútra, és tájékoztatták az utasokat a menetrendről. Kopány másodszor járt Balatonfenyvesen, mint mondja, különleges élmény a 70 éves vasúton utazni. Nagyon különböző a többi kisvasúttól, mivel csak egy állomásán van ugye szolgálat, és ez nekem nem egészen megszokott, ugye ott a gyerekvasúton máshogy van nálunk. A Balaton-Nagybereki Állami Gazdaság kezdeményezésére az 1950-es években kezdték meg a 760 mm nyomtávolságú gazdasági vasút pályájának lefektetését. A lápos, mocsaras területet egymásra merőleges vágányokkal hálózták be. A területen lévő majorságokból mezőgazdasági terményeket, tőzeget és mésziszapot szállítottak a balatonfenyvesi vasútállomásra. Napjainkban mind a turisták, mind a helybéliek szívesen utaznak a kisvasúton. A mozdonyt ezúttal a Mávstart ZRT vezérigazgatója vezette. Az utóbbi két évben a vonal szinte teljesen újjáépült, így ma már nem csak Imre Majorig, hanem Csisztapusztáig és Somogy-Szentpálig is eljuthatunk a kisvasúton. Emellett az állomásokat is rekonstruálták. A beruházásnak köszönhetően duplájára nőtt az utasforgalom ezen a vonalon. Pénzt ígért a kiskorúnak szexuális szolgáltatásért az a 40 éves kumlói férfi, aki ellen most emelt vádat az ügyészség. Bár az áldozat maga kereste fel az elkövetőt és beleegyezett az aktusba, azonban csak 13 éves volt az eset idején. Így a férfi gyermekprostitúció kihasználásának büntettével vádolja most a hatóság. Gyermekprostitúció kihasználásának büntette miatt emelt vádat a kumlói járási ügyészség, közölte megyei főügyészség szóvivője. Az eset még 2020-ban történt Komlón. A lakásotthonban nevelkedő 13 éves sértett fiú 2020. augusztusában azért, hogy valamilyen módon pénzhez jusson, felkereste a vádlottat annak hétvégi házában. Itt beszélgetésbe elegyedtek, majd ezt követően a vádlott felajánlotta a fiúnak, hogy amennyiben szexuális kapcsolatot létesít vele, úgy abban az esetben hajlandó pénzt adni neki. Ebbe a fiú beleegyezett, majd szexuális kapcsolatot létesítettek. A szexuális cselekményt követően a vádlott
adott 1000 forintot, valamint egy szál cigarettát adott a fiúnak. A vádlott cselekmény egy gyermekprostitúció kihasználása büntettének megállapítására alkalmas, melynek büntetési tétele 2-8 évig terjedő szabadságvesztés. Az elkövető 40 éves férfi, aki fél évet előzetes letartóztatásban töltött a nyomozás során. A vádiratban szereplő cselekmény úgy derült ki, hogy a 13 éves fiú elmondta barátainak, lakótársainak, mi történt vele. Ezután indult nyomozás, amit a vádemelés követett a napokban. Végül mutatjuk újra röviden Tolna megye legfontosabb híreit. Fejlesztések Bátaapátiban. Az önkormányzat veszi át a templomot. Fajta bemutató. A szárazságtűrő hibrideké a jövő. Több tucat szabálytalankodó néhány óra alatt. Gyors hajtókra vadásznak a rendőrök Szekszárdon. Retro véradás. Minden korábbinál népszerű volt a kezdeményezés. Csütörtökön napsütéssel indul a nap, majd felhősödésekre készülhetünk. Délutántól kezdődően egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az esti éjszakai órákban eleinte még várható csapadék, záporok, zivatarok formájában, majd nyugat felől szűnni kezd a csapadék. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!